3-2-1. Jaj, de rég blogoltam, nagyon-nagyon furcsa. Na, hello mindenkinek, a mai nap extra izgalmas, ugyanis amúgy tudom, hogy elvágtam az arcomat, és mindenhol ilyen vörösfoltos vagyok. Ezt felejtsük el, előbb borotválkoztam, és hát még tizenvalány év alatt se tanultam meg ennek a művészetét. Mint mondtam, nagyon izgalmas ez a mai nap, ugyanis nagyon hosszú idő után most fogok először utazni. A lányokkal, vagyis Hétivel, Buczó Annával, Linával, Pannival, Zórával, Csomával, ő nem lány, önmagammal fogunk menni Koppenhágába. Egészen mától, vagyis szerda estétől vasárnapig ott leszünk, ott töltünk pár napot közösen. És arra gondoltam, hogy amúgy körülbelül nekem még sose volt ilyen utazós videóm, úgyhogy most egy kis utazós vlogot fogtok tőlem látni, de abban a formátumban, hogy inkább ezekre a kajákra fogom majd kihegyezni a hangsúlyt, hiszen hát megszokhatjátok, hogy mindig zabálok, szóval megmutatom nektek, hogy mit teszek éppen Koppenhágában, aztán, hogyha történik valami érdekes, azt is felveszem, de amúgy lehet, hogy full unalmas lesz minden, és semmilyen érdekes dolgot nem tudok nektek mutatni, de hát akkor megnézzétek a fejemet. Már össze is készítettük a cuccimat, és nézzétek, milyen gyönyörű az új kis bőröndöm. Konkrétan el vagyok tőle ájulva, ez az új kedvenc dolgom valaha. És itt van Tofika is. Szia Tofi, köszönj a vlognak! Oké. Okay. Tofikát át fogom most vinni Ritáékhoz. Rita és a vőlegénye fognak egészen szerdától hétfőig Tofira vigyázni, ugyanis vasárnap csak olyan fél kettőre, hajnali fél kettőre érek ide a lakásba, ami már ugye hétfő. Igen, időzavar. Szóval Tofi addig náluk fog majd nyaralni, már össze is készítettem a cuccait, pont most fogunk amúgy indulni, szóval ez itt csak egy gyors bejelentkezés. És miatt kezdődne a videó, megjöttem nektek a heti Twitch streambeosztása, ami most baromi különleges lesz, ugyanis 25-én délután 4 órakor, szerdán Krétáról, Görögországból fogok nektek bejelentkezni, és onnan fogok egy ilyen rövidke utazós streamet csinálni, kipróbáljuk, hogy milyen így mobilról streamelni, hát meglátjuk, hogy mi lesz, remélem azt, hogy jó lesz a wifi és a mobilnet. 27-e meg szinte még különlegesebb lesz, ugyanis pénteken 3 órakor Kittike fog itt egyedül streamelni a lakásból, hát remélem, hogy be fogja tudni állítani a streamet, meglátjuk, kezdődjön a videó. Na, Mizu Tofi, felfedezed itt a új környéket, igen. Jó. Ajaj, na, azt nem az Olivernek nem fog tetszeni. Belevalsz, mérgező. Minden egyes helyszínt felfedez. Nézi, ez mi? Te is olvastad a Twilightot? Meg vagy Team Jacob? Jaj. Azt akartam nektek mutatni, hogy Rita csinált egy ilyen nagyon cuki helyet a Tofinak itt a tévé alatt, és erre pont kijött belőle. Mikor teljesen magától belement, nem a Rita rakta bele. Most megeszed a bőröndöm? Vagy te is jössz velem? Na, és közben már a reptéren vagyok. Igazából a barátaim mind itt vannak, mindenki elment mosdóba, én pedig itt maradtam addig a cuccokkal, én vagyok itt a házőrző Ebb. Voltunk ugye a Ritáéknál, Tofit ott hagytuk nála, és amúgy minden tök szuper volt, ott voltunk körülbelül 2,5 órát, Tofi szagolgatta az új helyet, igazából nem volt most már ott ideges, amikor megérkeztünk. Ja, igazából most ittam egy kosztás kávét, hogyha ez az első kaja, így ebben a kajás videóban, és hát amúgy nem volt olyan jó, szóval 5-ből 2,5 pontot adok rá, nem a kedvenc kávém, igen. Amúgy nagyon fura így újból a reptéren lenni, de közben olyan jó érzés is, és igen, szóval igen. Nagyon bájosan néz. Uff, na hagyjuk. Hédi? Soma? Lina? Zora? Annyira imádom, hogy egy patkány van a kamerádon. Én nyúztam. Itt vagyunk az első nap reggelén, eljöttünk bráncsolni. Ilyen csodálatos menünk van. Próbáljuk kiválasztani a kaját. A lányok hát leginkább csak ilyen avokádós kenyeret fognak enni. Én pedig a szőlőn és beriken és a granolán agyalok. És hát... Mi? De azt nem szer... ez is mennyire? Én grépet olvastam. Grapefruit. Én azt hittem a grép az a szőlő. Igen, de a grapefruit az nem. Azt hittem, hogy szőlőgyümölcs, mi? Akkor minden megváltozott, elnézést. Akkor amúgy én is az avokádós kenyeret fogom valószínűleg enni. Elnézést, feketít vennem a napszemüveget, mert megvakulok. Megmutatok mindenkit, hogy milyen gyönyörűek. Én fogom itt kikérni a lányoknak a reggelit, mivel ilyen jó apuka vagyok. Itt is vagyok az étlappal, felírtam a rendeléseket. Igazából majdnem mindannyian ilyen avokádós dolgot fogunk végül enni. Ennyi. Ott vannak a gyermekeim, éppen ellopják a helyi állatfarmot. Kofi! Na, és meg is jött a csodás kis reggeli, kivéve Annáé, meg az ő kávéjába előbb bele is fulladt egy légy. Nem tudom, mi van, valami darásféleség. Úgy nagyon jól néz ki. De igazából én ezt a tojást csak azért kértem, mert nagyon megtetszett a Hédiné, és azt nem is tudom, ezt hogy kéne enni, így fogod és így felütöd? Nem ettél még lágtojást? Nem.
Igen, leszedegeted a tetejét, aztán megsózod, és kikanalazod. Tédi megmutatja nekem a tutoriálba, hogyan kell a tojást feltörni. Ja, értem, szóval az itt a probléma, hogy a héja belemegy az avokádóba, nagyon guszta, gurmé, dán inyentség. Éppen a csodálatos Hédinek a tutoriálja alapján csinálom, de úgy érzem, hogy ez a tutoriál nem volt jó. Konkrét ez extra nehéz. Ha tudom, nem ezt kérek. Megkóstolom a tojást. Jaj, budjan. Vázd meg. Sőtve nem fogom a Hédit utánozni. Mennyi tojás. Legjobb valaha. És most megkóstolom majd az avokádót is. És meg is voltunk reggelivel, és azt kell mondjam, hogy nem volt a legjobb a hely, és nagyon bunkok voltak a pincérek. Hát a kaja is elég drága volt, azt kell, hogy mondjam. Mikor megrendeltük a kaját, nem igazán váltottam át így fejbe a dolgokat, és hát meglepődtem a végszámlán, de amúgy... Hát azt akartam mondani, hogy amúgy nem volt rossz, de olyan 5-ből 3 pontot adok a helynek. Most pedig megyünk tovább ebbe a, hát tudjátok, abba a tipikus színes házas utcába, ami az ilyen leghíresebb Koppenhágába. Én pont amúgy körülbelül másfél éve voltam itt utoljára, és az utolsó Covid előtti utazásom az itt volt, szóval itt már voltam egyszer, de ugyanolyan szívesen vagyok itt megint, akkor igazából csak egy napot töltöttünk a városban, most pedig itt leszünk 4 napot, szóval igen, és nagyon-nagyon meleg van, ilyen kis sztájlban nyomom, hogy hoztam egy kulcsit, és így felcsaptam a vállamra, mint egy igazi golfozó, és menjünk. Na éppen megvakulok, fogalmam sincs, hogy most mennyit látok belőlem, és megérkeztünk a következő állomáshoz, ahova most csak az Annával érkeztem, ott is van kis partnerem. És itt vagyunk a Tivoli Gardensbe, ami Európának a második legrégebbi vidámparkja, ugyanis Anna is, meg én is imádjuk egyszerűen a vidámparkokat. Jó, lehet, hogy nem a legrégebbi, akkor meg kiírom ide, hogyha tévedtem. A többieket annyira ez a program nem érdekelte, bénák, szóval ők addig elmentek múzeumba, még mi itt leszünk a vidámparkba. Igazából most érkeztünk meg, és ez egész ilyen extra hangulatos, nagyon jól néz ki eddig a hely. Van egy ilyen tipikus vidámparki térkép is, ami nagyon ilyen retróval megcsinálva, mivel már mondtam, hogy régi a hely, és most hát felülünk mindenre, direkt ilyen unlimited ticketet vettünk. Féle nyúl alakú ultramodern fűnyíró, az kérem szépen, mehetek rá közelítek nektek. Wow! Most neki fognak menni, ja, igen. Ezt nézzétek, mennyire jól néz ki a hely, így néz ki egyik ilyen kis mini ride, valószínűleg ez az első dolog, amire felülünk, és így néz ki a térkép, ez is extra jól néz ki. Anna, mennyire vagy izgatott? Nagyon. Oly, milyen cuki. Szóval azt mondom, hogy ez az első dolog, amire felülünk, aztán Anna igazából... az a második, halljátok, az extra durva. Ugyanilyen, csak felmegy odáig az égbe, szóval hát ezt nem tudom, hogy fogom túlélni, hogyha megszakad itt ez a vlog, akkor rip a chatbe, menjünk. Jaj, a lányok azt hitték, hogy őket veszem fel videóba, ja. Első ride, igazából, ahogy kell, hogy nem lehet megfordítani. Hát, így néz ki. És azután arra megyünk ott fent, hát azon valószínűleg meg fogunk halni, lehet a kék a kép. De egy jó kis halása sem árt, amondó vagyok. És most jön ez az óriási ringispil, vagy mi ez? Körhinta. Körhintához, de halljátok, először ilyenek voltunk, hogy el kell nekünk bemelegítő járat. És halljátok, nagyon jó, hogy mentünk, ugyanis annyira összegörcsölt már ezen az első is a gyomrom, hogy nagyon elszoktam a vidám parkozásra, és hát majdnem befostam. Szó szerint is 2 napja ment a hasam, too much information. Hú, azért itt most már egyre több ember van, bejárat, azt hittem, hogy itt nincs senki. Rosszul hittem, de még így is amúgy eléggé kicsik a sorok. És annyira jól néz ki ez az egész, mint hogyha egy ilyen elvarázsolt világban lennénk, nem Anna? Mint egy ilyen osztrák Disneyland. Ready? Ready a saját bőrbi. És egy kicsikét kajálunk, és hát a reggeli nem volt olyan nagyon laktató. Eljöttünk ehhez a tipikus kis büféhez, és ilyen kis hotdogot vettem, amilyen töltött hotdog.
Roppanós. Amúgy jó a virsli, finom. Nagyon ilyen fűszeres virsli, ez még nem is tudom ilyen, de nagyon jó íze van. Jobb, mint az ikás. Finom, na ezt most itt abba is hagyom, mert ez elég érdekes, szóval sziasztok. Most fogunk végezni a parban, minden extra nagyon szuper volt, és elfelejtettük azt felvenni és mondani nektek, hogy a karszalagommal járt egy ilyen ingyen pörgetés az egyik ilyen szerencsikeréknél, és hát megnyertem ezt. Az egyik fődíjat, szóval körülbelül 10 kiló csoki, helyettek ennek van súlya rendesen. Szóval most már megyünk a többiekkel egy ilyen kis hajókázós piknikre, és majd oda fogom ezt vinni magammal, de ez annyira random, hogy ezt megnyertem. Na és most már nagyon kis chillbe vagyunk. Fogunk menni egy kis csónakázásra, addig van egy fél órás pihenünk, és ide a folyópatak, nem tudom, tengerpartjához leültünk, addig pihenni. Most el is fogom fogyasztani a vacsimat, ugye már éhen döglök, nem ettünk ma annyira sokat. Szóval ezt most ideje bepótolni. A Vidán Park nagyon jó volt, mint ahogy mondtam, most már a többiek is itt vannak velünk, és mutatom is, hogy mit fogok enni. Vettem egy ilyen 7-Eleven-ös mi ez? Szendvicset, amiben van mozzarella, pesto, és mi ez a speed skull? Spenót. Valamint ehhez még vettem pár gyümit is, van benne eper, meg áfonya. Olyan Summersbit is találtam, hogy bodzás lime-os, szóval erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, szuperül néz ki, és akkor hát zabáljunk. Kicsit átverve érzem magam, úgyis nagyon mini ez a szendvics. Nina mondta, hogy konkrétan ez egy darab pirítós félbe vágva, szóval 7-Eleven ez egy mínuszpont. Tészt azt, úgy isteni. És amúgy nagyon érződik benne a pesto, és én azt imádom. Olyan érz voltam már. Na, ezzel fogunk vezetni. Igen. Itt a kis csapat, most éppen veszekednek, hogy ki vezessen először. A Soma valamiért nem akarja, hogy az Anna vezessen, nem is értem, hogy miért. Amúgy nagyon jól néz ki a helyem, van benne kis asztalka, a leülős rész, szóval jó kis piknik lesz. Perfect. Megyünk. Úristen, Anna, te megcsináltál ilyet? Nagyon profi vagy. Ha? De amúgy viccen kívül. Nem. Anna, te először lehet elhallani, téged itt hagyunk, és te lesz. Hajós kapitány. Kérj lassú. Részre előcsüttem. Na, itt tehát most a fények eléggé furák lesznek, úgyis beültünk ebbe a kis... Igen, ebben a kis érdekes szobába. Úgy volt, hogy elmünk volna kajálni, de 10 óra van, és körülbelül már minden zárva van. Szóval bementünk egy kis boltba, és hát igazából nagy bolt volt. 10 perc volt a zárásig, és akkor ott vettünk mindenféle kaját, én vettem igazából szőlőt, ugyanezt a szendót, amit ebédre is ettem, és vettem egy ilyen csirkés, pesztós wrappet is, szóval most ezeket fogom megenni, amúgy nagyon éhes vagyok, és ennyi, most eszem fáradt vagyok. És ennyi lett volna ez a koppenhágás kajás videó, a többi napon már nem kameráztam, úgyhogy szerettem volna nyaralást kielvezni. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, és szeretnétek több hasonló tartalmat a jövőben, akkor mindenképpen nyomjatok erre a videóra egy lájkot, és írjátok meg lent kommentben, hogy nektek melyik kaja volt a kedvencetek, vagy hogy akár melyik országban videózak így legközelebb. Iratkozzatok fel, fú, sose szoktam mondani, és kövessetek be Instán, legyen szép napotok, Attila voltam, zsu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